Ha az önkormányzatokra, mint aktív, kreatív, felhajtó erőre számít az ország vezetése, hozzájárulhatnak a kormány sikeréhez. Erről a magyar polgármesterek 12. világtalálkozóján Gödöllőn beszélt a szervező Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, aki az elhivatottságban látja a kistelepülési vezető sikerét. Én 1991 óta vezetem ezt a szövetséget, és 96 óta van világtalálkozó, de mindig rendeztünk konferenciákat sok helyen az ország különböző pontjaiban, mert az fontos számunkra, hogy a polgármestereknél legyen ott minden információ, a munkájukat jól tudják végezni, segítjük az ő munkájukat ezzel. A probléma nem ezzel van, a probléma az érdek érvényesítés lehetőségével, ami nagyon beszűkült. Ahhoz, hogy érdeket lehessen érvényesíteni, önkormányzati érdeket, ahhoz kell partner egy másik oldalon, az asztal másik oldalán, és most ez egyre kevésbé van meg. Még ahogy időnként meghallgatják a problémáinkat, időnként el tudjuk mondani, de hogy hatással lennénk a döntéshozókra, azt nem hiszem. Igaz, az elején sem voltunk olyan eszközökkel felszerelve, mint egyetértési jog vagy felterjesztési jog, de azért meghallgattak minket, és mindig volt valami pici mozgástér. Ezt azért tudom mondani, mert 91-től vezetem a szövetséget, tehát mindig a költségvetési tárgyalásnál ezekről a kérdésekről tudtunk szót ejteni. Most gyakorlatilag az önkormányzatok eszközök a kormány számára, olyan eszközök, amiket használ adott esetben, ha az ő érdekei úgy kívánják. Ráadásul olyan függőségi viszony alakult ki a települések és a kormányzat között, elsősorban a finanszírozás tekintetében, hogy nem mernek megszólalni a polgármesterek, nem merik felemelni a hangjukat, mert akkor attól félnek, hogy bizonyos retorziók lesznek a finanszírozás kapcsán. Ez nagyon-nagyon rossz rendszer. Én azt gondolom, hogy ez még a tanácsi rendszerben sem működött ilyen formában, és ezzel nem politizálni szeretnék, hanem inkább az irányban, és amellett letenni a voksomat, hogy hogy lehet egy országot jobban működtetni. Az önkormányzatokra, mint aktív, kreatív erőre, felhajtó erőre számítanak. Ha kapunk olyan feladatokat, megfelelő keretrendszert, hogy feladatokat hatékonyabban, a leghatékonyabban mi tudjuk ellátni, mert mi vagyunk közel az emberekhez, akkor azt gondolom, segítjük a kormányzat sikerességét. Nem kell félni az önkormányzatoktól, nem politikai szervezetek vagyunk, hanem önkormányzatok, ahol ugyanúgy 10 millió állampolgárt képviselünk, mint a parlamenti képviselők, csak mi vagy hozzájuk közel. És ez a közelség, ez nem pótolható levéllel, nem pótolható mindenféle tájékoztatókkal, hanem ezt igénylik az emberek, hogy legyen ott az emberek köztük, és azt mondják, hogy te vagy a polgármester, téged választottunk meg, old meg. De ha nem kapjuk meg az eszközöket, akkor egyre inkább beszűkül a lehetőség, nem tudjuk a feladatokat megoldani, és nem lesz értelme igazán polgármesternek lenni. Azt gondolom, hogy a kistelepülések jövője azon múlik, hogy ez visszaállítódik, vagy nem. Ha nem állítódik vissza, egész egyszerűen nem lesz a településeken olyan polgármester, aki valóban ezt hitből, lélekből és szívből csinálja. Jövőre önkormányzati választások. Ez a helyzet mennyire befolyásolja majd a jelöltek számát, a jelöltek mienségét, azt, hogy ők mennyire lesznek elkötelezettek? Az önkormányzati választások politikai szintje az a megye, hiszen a pártokra szavaznak, a kerületek, a megyei városok és a főváros. Gyakorlatilag a kis településeken nagy politizálás nincsen, én sem vagyok híve, még egy Gödöllő városban sem, hogy politikai pártok induljanak, mert akkor a politikai pártoktól való függőség alakul ki. Mi az emberektől legyünk függőek, akik ott élnek a településünkön, az ő igényeit próbáljuk kiszolgálni. Így sem tudjuk, mert nem tudunk mindent megoldani. De nekünk ők a főnökeink, ők mondják meg, hogy mit csináljunk, és nem a politikai párt, és nem adott esetben a kormányzat. Persze a kereteken belül nyilván, és a lehetőségeken keresztül. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a politika fogja befolyásolni ezekben a nagy településeken, a megyei városokban, a kerületeknél, a megyéknél a választást, helyben pedig mindig attól függ, hogy van-e olyan vezető, van-e olyan elhivatott ember, aki mögé föl tud sorakozni a település. A világtalálkozón adták át a legeredményesebb településvezetőknek járó elismerést, melyet a szakma ítél oda. Az idén a három díj közül az egyik Komárom-Esztergom megyébe került. Beke László környe polgármestere a polgármesteri aranygyűrű díjat vehette át a gödöllői világtalálkozón. Amikor felhívtak és közölték velem a kitüntetést, hát akkor össze kellett szedni minden erőmet, hogy állva maradjak, meglepett is. És még egyszer mondom, nagyon-nagyon örülök. Mennyiben változott az elmúlt években a kistelepülési polgármesterek szerepe, ha nem csak a helyiekről beszélünk, hogy minden nap találkozik a helyiekkel, hanem mondjuk egy ilyen szövetségben? Ha a saját munkánkat nézzük, akkor nem változott. Tehát mi továbbra is véleményezünk, törvényjavaslatokat átnézzük, írásba megküldjük a döntéshozók felé. Ha azt a részét nézem, tehát azt mondom, a mi részünkre ez változatlan.
hogy ez mennyiben tekintető valódi párbeszédnek, akkor azt mondom, hogy sajnos visszalépés van, de elhangzott, hogy legyünk optimisták, és bízunk abba, hogy ebből lesz előrefele menetel. A mai ünnepségen is elhangzott ugye a szakmai részén, hogy ez a modern vidék programmal kapcsolatban, a modern falvakkal mi lesz. Vannak olyan politikusok, akik azt mondják, hogy ezek csak politikai hangok, viszont van olyan, aki azt mondja, hogy ezzel valóban foglalkozni kell. Mi ezt is komolyan vesszük, és mi levélbe megkerestük egyébként ezügyben már a miniszterelnök urat az Egyesület révén, és onnan kormánybiztos úrhoz küldtek tovább, és neki megküldték a mi levelünket, de a biztonság kedvére ismét egy levéllel 2 héttel ezelőtt megkerestem. Tehát ha valóban szándék van arra a kormányzat részéről, hogy a kis településekkel, a kis falvakkal foglalkozzanak, és egy olyan programot indítsanak be, ami a hosszú távú ott élhetőségét jelenti a településnek, a fejlődését, a lakosság megtartó erejét szolgálna, és valóban egy ilyen programot kidolgoznának, ehhez mi 100%-ba adjuk munkat, és úgy gondolom, hogy olyan szakmai alapot tudunk adni, amíg a leghitelesebb, legautentikusabb. Jövőre önkormányzati választások. Mennyire jelent majd a következő 4-5 esztendő kihívást? Mindig kihívást jelent. Egy évvel az önkormányzati választások előtt még nagyon-nagyon lekötik szerintem minden önkormányzati vezető és képviselőnek a gondolatait, az erre az választási ciklusra betervezett elképzeléseknek a megvalósítása, de menni kell előre, és már lassan elő kell készíteni azokat, hogy jövőre, hogyha marad az önkormányzatiság, bár ma azt mondták, hogy marad, ez egy nagyon jó hír, a nap híre volt, hogy mi az, amivel megyünk tovább és fejlődünk tovább, mert úgy gondolom, hogy azért a vidéken a fejlődések nagyon nagy létjogosultsága van, és sokszor megvolt ez a lemaradás, amikor én gyerek voltam, nagyon nagy különbség volt egy falu és egy város között, de ma már ez kezd eltűnni, és szerintem minden falusi településvezető azon dolgozik, hogy ez teljesen tűnjön el, és inkább a falu mellett az ottani szabadság, nyugalom, és ez a légkör, ez inkább egy plusz érték legyen a városokhoz képest. Vissza az elismeréshez. Itt most Gödöllőn vagyunk a világtalálkozón, ahol ön átvehette ezt a díjat. Néhány komárom-esztergom megyei polgármester társa is gratulálta, hogy láttuk. Jó érzés, hogy itt vannak a társak, akikkel kéz a kézben a megyében dolgoznak? Igen, természetesen, és jó érzés volt már előtte is az a válveregetés, meg összekacsintás, hogy úgy érezzük, hogy ez azért jó helyre ment. Ez tényleg nagyon jó, és ahogy az előbb is elmondtam még fönn a színpadon, hogy ez egy közös munka, és ebben a munkában azért ők is benne vannak. Tehát amikor akiket itt lehetett látni a nézőtéren, ott azt mondom, hogy velük a polgármesterek a Falukért Egyesületben, vagy akár térségemből is nagyon-nagyon sokat dolgoztunk közösen azért, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani. A környei településvezető mellett az idén Ambrus Gyöngyi Kistokaj, valamint Illár József, a kárpátaljai Palágy Komoróc Kisszelmenc polgármestere részesült elismerésben.